Könnyen. Ne tessék így beszélni a legjobb barátokról. Igaza van, fiam, nem beszélek róla. Aladár nem egy részeg disznó, hanem egy disznó részeg. Benke, nem fog fájni tőle. De hiszen szeretem. Szeretem, de ő nem szeret téged, különben nem inna. Nem így van, kérem. Aladár jó fiú, rendes ember. Szereti neki. Csak egy nagy baja van, hogy gyenge befolyásolható ember. A barátai itatják, ő meg nem tud elmondani. Ez csak volt, de ma reggel Aladár megesküdött, hogy soha többé nem iszik egy kortyot sem. Megesküdött a boldogságunkra. Úgy, akkor hol van a te drágalátos férjed? Már 8 óra és még nincs itthon. Tanfolyamon van. Miféle tanfolyamon? Ha akarja tudni, Aladár tovább képzi magát. Matematikát tanul, belső matematikát. Van egy ötletem. Azt hiszem, ezzel meg
meggyógyíthatjuk az adatást, kigyógyíthatjuk az alkoholból. Kegyetlen dolog, de meg kell próbálni. Mit akar csinálni? Egy kicsit megőrjük Aladárt. Megőrült? Nem. Figyeljetek ide! Aladár nem alkoholista, csak gyenge akaratú ember. De egy nagy lelki megrázkódtatás kigyógyítja. Ezt mint orvos, sőt, mint idegorvos mondom. Mit akar csinálni? Most beadok Aladárnak egy injekciót, amitől egy negyed óra múlva magához tér. És egy kis időre teljesen józan lesz. Ez alatt az idő alatt mi eljátszunk egy kis komédiát. Azt, hogy Aladár meghal, megölte az alkohol. Azután elmúlik az injekció hatása, újból elalszik, barátunk kiadozta már magát, és azt fogja hinni, hogy az egész csak álmodik. A lelki megrázkódtatás megmarad. Még mélyen alszik, ezért az idő alatt mi kiosztjuk a szerepeket. Megbeszéljük a komédiát. Elsősorban a lakást kell kicsit átrendeznünk. Bármit csinál, nem látjuk, bármit mond, nem vagy. Mint a levegő lenne. Lenkém, bocsáss meg nekem! Na, no,
nézzél rám! Ne haragudj, kérlek! Tudom, hogy piszok rá te, de becsület szavamra ígérem. Soha többet nem iszom. Érted? Soha többet. Egy szavad sincs hozzám. Legalább nézzél rám. Mama, legyen szíves, jöjjön be. Arra. Mi van, kislányom? Olyan rossz egyedül lennem ezen a napon. Egyre szegény aladár jut az eszembe. Ne gondolj rá! Csirkefogóból! Csúnyán él, csúnyán halt meg! Ki halt meg? Ne védemed meg egy ilyen asszony, mint te vagy! Halálra itta magát! Ki halt meg, és ki itta halálra magát? Letettél mindent, amit tehettél. Szép sírkövet állítottunk ma neki, de ezzel legyen elég. Ne gondolj rá! Mi az, hogy volt aladár, nincs aladár? Hé, beszéljetek értelmesen. Tudni akarom, hogy ki halt meg és kinek állítottatok sírkövet. Azért, ami azt illeti, olcsóbb sírkő is megfelelt volna. De most már mindegy, volt aladár, nincs aladár. Isten nyugosztalja. Milyen aladárról van szó? Lassan 2 éve már. Nekem olyan, mintha tegnap történt volna. Ott feküdt a diványon. És részeg volt, csak úgy dözölöm az lesz. Ne uszítsam, lelkét ne uszítsam. Megölte az alkohol, szerény adatát. Még szerencse, hogy meghalt. Én szeretem a hibáival együtt. Kit szerettél te a hibáival együtt? Szegény aladár. Hát a szegény aladár. Szegény aladár. Te jó Isten, ezek rólam beszélnek. Ezek azt hiszik, hogy meghaltak. Hé, ide hallgassatok. Itt vagyok, élek. Aladár vagyok, itt vagyok. Lenke, Lenke, mama, aladár, itt vagyok. Lenke, mama, itt vagyok, aladár, itt vagyok. Ezek nem látnak és nem hallanak. Ez fantasztikus. Őrület. Nem érzi. Mintha itt se lennék. Néha úgy érzem, mintha szegény aladár még itt lenne közöttünk. Jól érzi. A túlvilágról nincsen visszatérés. Szegény aladár. Meghaltam. Na, még találkozunk. Talán azért van ez, mert ma
érzem, mintha itt járna a közelben. Jól érzem? De mit fontosod a kezét? Mi között hozzá? Tavaly ilyenkor, amikor Aladár halálának egy éves évfordulója volt, akkor nem érezted ezt? Nem, hiszen aznap volt az esküvőn. Az volt életem legszebb napja. Életed legszebb napja? Na, mondhatom. Minden éjszaka ott volt kísérteni a hálószobátokban. Meghozom Péterkét. Az a Péterke. Drága feleségem, házassági évfordulónk alkalmából fogad tőlem jó szívvel szeretetem és szerelmem a csekély bizonyítékát. Te vagy a legjobb férj a világon. Szegény Aladártól soha nem kaptam semmit. Hazudsz, bestia! Neki nem a feleségén, hanem az italon járt az eszem. Jó, jó, de aljas! Csak mocskodd be az emlékemet! De minek kiabálok, hiszen úgy se hallja senki. Pedig nem volt rossz, fiú. Nem volt rossz? Az nem volt rossz, aki úgy bánt a feleségével, mint ő. Itt tök részegen járt haza, és végül megölte az alkohol. Még szerencsé, hogy nem bírta a szívet. Na tessék! Ez volt a legjobb barátom. Te Pista, tudod, hogy az volt a szeretet, amióta Aladár elkezdett inni. Minél többet ivott, annál jobban vonzottam hozzád, ha nem halt volna meg, úgyis megcsaltam volna veled. Na, ez nem semmi. Még jó, hogy nem szarvakkal kerültem a más világba. Itt van Péter, mi az? Péter, már nem alszik. Kinyitotta a szemecskéjét. Nézzél bogaram a munkára. Felébredt a buta Péterkéje. Mindjárt akarom neki, hát. Szívecskén, nem kell még megszoktad? Nem, majd csak egy fél óra múlva. Ezeknek gyerekük is van. Péterke, itt a szegény megboldogult apuka. Ez a világ legszebb és legjobb gyereke. Egészséges, mint a hal. Még szerencse, hogy az Aladártól nem született gyereked. Bizony nagy szerencse. Egy alkoholistának nem lehetett volna ilyen egészséges utódja. De hülye! Jaj, ha még egyszer megmutathatnám. Ugye álomból csak az egész. Mondd, mitől szédült meg a józan hűsz. Mondd, ugye mindig együtt álltunk. Mondd, hogyha elvárunk, se várunk. Itt valami hatalmas nagy tévedés van. Én nem haltam meg. Olyan furcsa ez az egész ügy, hogy itt van ez a te materialista világnézeted. Ne kényeztessétek Péterkét. Ez ki lesz? Nem tudom, ki jöhet ilyenkor. Kicsit furcsának találom az időpontot, de miért nem jött a rendőrbe? Virág Klára kisasszony az egyik páciensem, és a bátyja jövő. Bocsássam meg, doktor úr, hogy így magára törtem, de nem várhatott volna még. Beszélnem kellene el, doktor úr. Bocsánat a betörésért. De hát nem is mi törtünk be, hát a doktor úr jutottak ki az ajtón. Ügyes ember! De nem én, a mama. A mama? Ügyes ember a mama is. Foglaljanak helyet. Mi addig kivegyünk a konyhába. A világ értsem, amit mondani akarok, nem hitok. Jó is, ha nem csak a doktor úr hallja. Petyűr!
De még milyen szépen az én drága kis pubocsám, mint egy kanári. Hát akkor tessék. Yeah.
Ennyi idióta, egy helyen! Kinek ez a cirkusz már? Jaj, én mindjárt rosszul leszek. Nem bírja a szívem, végem van. Na, mama, akkor találkozunk. Ne gondolkozzon, mama, hiszen csak játék az egész, tedd győzte magát. De én is olyan furcsán érzem magam. Ez az! Ő is érzi a szellem közelségét. Folytassuk! Szellem testvér, ha itt vagy körünkben, fogok kettőt. Na még, ezt legalább hallja! Szellem testvér, kérdezni foglak. Kérdezni? Ha igent akarsz mondani, fogok kettőt. Ha nemet, kopogj hármat. Megértetted? Működik a betyárnyát, Hugikám! Működik, folytassam! Szellem testvér, ismertél minket? Az én ismerősöm voltál? Sajnos nem. Fülök doktor ismerőse voltál? Sajnos igen. Jaj, de elfáradtam. Pihennem kell egy kicsit. Doktor úr, mit szól a bizonyítékhoz? Fantasztikus. Tehát egy orvos elrendelje, hogy pihenjen. Majd később folytatjuk, jó? De a szellem még itt van. Ezek itt hagytak. Gondolkozom, hogy van ez? De fáradt vagyok. Esküszöm szellemben, ilyen valósak, mint várlattam. Elég lármással jöttél haza, de azért nem süketültem meg tőle.
És látsz engem? Te még mindig részek vagy? Ez mit szeretsz? Lát engem, hall engem, ül engem. Mi van veled? Ám semmi. Csak olyan furcsa álmom volt. Te, mi van Péterkével? Péterkével? Te még mindig részeg vagy. Nem vagyok részeg, és nem is leszek soha. Hmm, ezt már annyiszor megígérted. De most meg is tartom. Te rendjén, mi ez a szememben? Mi van Pistával? Pistával? Fülöp Pistával? Mi lenne, hiszen tegnap együtt voltatok. És azóta nem volt itt? Nem, csak telefonált, hogy feljön. Azt mondta, valami nagy meglepetése van a számunkra. Már itt is van. Dr. Virág Lázoros kisasszonyomat,
akiből Holland doktor Fülöp István lesz. És ötön az ő testvére, aki Klárika esküvői tanul. Te meg nősülsz? Neki se legyen jó, mint másnak. Önnek van felesége, kedves ödöm? Nincs. Azért mondom, hogy neki se legyen jó. Magát, mintha már láttam volna. Nem hiszem. Kizárólag. Na mindegy. Legfőbb ideje, Pistán. Ez igazán nagy meglepetés, gratulálok. De hogyan történt ez ilyen hirtelen? Hirtelen? Hát Pista meg én már 3 éve szeretjük egymást, csak eddig nem tudtunk összeházasodni. 3 éve? Te csibész, te kis titkolózó. Na mindegy, ez életem legszebb napja. Látod, Králikám, ilyen egy igazi barát. Mama, hozzon ital, ti mi szeretnénk az ifjú pár boldogságára. Ide, alkohol, be nem teszi többet a láb. Aladár, maga nem fog többet inni? Soha. És mit fogsz csinálni esténként? Azt még nem tudom. De gyerekére a szomszédba nem megyünk, az biztos. Játszott. Gyere Gábor, légy szíves! Nem bír jönni, mert most iszik. Frankó! Gyere Gábor, fantasztikus formán! Köszönöm! Helyesné Tamás Viktórián! Modai Tiborné Marikán! Hugi. És Molnárné Katit, aki a zenét szolgál.